A bebábozódás véget ért, a 100 magyar bajnoki címmel bíró veterán érem felelős új kedvencében szárnyalt az úszó Európa bajnokságon. 100 pillangó arany, 200 pillangó arany, 50 pillangó ezüst, hozzá egy váltó bronz is. Ezzel a a hangolt Cselászló a Rioi olimpiára. A kilátásokról kérdezzük őt már is. Itt van velünk a vonalban. Szia Laci, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Minden a terv szerint halad ezek szerint a Jóba vezető úton, nem úszik semmi a programba, van idő mindenre? Én, úgy látom, hogy, hogy abszolút a felkészülés a lehető legjobb, legjobb úton halad. Az edzőmmel közösen is azt látjuk, hogy remek állapotban vagyok már most, de még egy pici, pici edzés, apró simítások még kellenek, hogy a, Rioi Rio olimpiára tökéletes formában leessek. Amikor Kapás Bogival beszélgettem itt, akkor ő bevallotta, megvallotta, hogy körülbelül olyan 80 os erőállapotban úszott ezen az Európa-bajnokságon. Ugye nyilvánvalóan a csúcsra járatás és a formaidőzítés nálad is akkora kell, hogy essen. Ilyen szempontból milyen állapotban voltál ezen az Európa-bajnokságon? Én úgy érzem, hogy nagyon jó állapotban voltam, de a csúcsformát azt nem éreztem, nem éreztem azt a azt az érzést, ami például a kazányi világbajnokságon megvolt. Tehát éreztem legbelül, hogy ez még nem a csúcsorra, talán még tudat alatt is mondtam, vagy próbáltam egy kicsit visszafogni ezt az igazi érzést, hogy az olimpiára tudjak majd mindent kiadni magamból. Akkor kiegyezhetünk esetben is ezzel a 80 kal én, én azt gondolom, hogy igen, mondhatjuk ezt, de, de hozzáteszem, hogy ezek már azért nagyon jó teljesítmények voltak, tehát más körülmények közt ez egy évi versenynek ez tökéletesen elég lett volna, de hát mi az olimpián jól akarunk szerepelni, ez az eredmény és ez a szereplés még kevés ahhoz, hogy, hogy az olimpián labdába rúghassunk. Hogyan vágtatok neki ennek a londoni Európa-bajnokságnak időkben gondolkodtatok, érmekben, helyezésekben? Mind a kettőnek van nyilvánvalóan önbizalmi és egyéb szempontból is jelentősége, akkor is, hogyha annyi érme van már az embernek amennyi esetetben. Na de mi volt akkor az elgondolásatok ezzel a kontinens-bajnoksággal? Hát az alap elképzelés az volt, hogy szerettünk volna jól úszni, mert, mert az kell a, mind a lelkemnek, mind az edzés szempontjából, hogy, hogy kapjunk visszajelzést, megerősítést. A másik szempont pedig hát az volt, hogy, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni, jobb, minél gyorsabban tudjak úszni az időeredmények, mutassák azt, hogy jól, halad a felkészülés, és hát nem mellesleg ugye az is fontos volt, hogyha beugrom a medencébe, akkor elsőként érint, érintsem érintsen meg a falat. Jól gondolom, hogy ezeket a mostani sikereket alapvetően két tényező hozta az edző, illetve a klubváltás? Én azt gondolom, hogy, hogy tehát ez, ez mindennek az alapja. Tehát a tavaly január óta elkezdett edzésmunka az mostanra teljesen kicsúcsosodott, és úgy érzem, hogy, hogy az az egész tába, aki mögöttem van, az edzőtől kezdve a szárazföldi, edzőn át a teljesítménydiagnosztikai diagnosztikai osztályon ö, keresztül. Ö, ez mind, mind úgy összeállt egy egész csapattá, hogy, hogy abszolút a lehető legmagasabb színvonalat és a legmagasabb teljesítményt tudjuk így kihozni belőlem hogyha a dolgoknak a szakmai úszás technikai részleteit is nézzük meg, persze a mentális felkészítést, akkor Plakányi Zsolt igazából most már egy tisztes időtávban és van a közös felkészülést vizsgálva. Mi, miben ad igazán újat neked? Hát én azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag mindenben, a, kezdve attól, hogy az edzések Kell, mit kell úzni, hogy kell úzni, milyen hangulat uh, uralkodik az edzéseken, uh, folytatva ott, hogy a versenyeken is nagyon sok uh, erőt és magabiztosságot tud adni, tehát ő, ő nagyon bízik a, abban a munkában, amit mi elvégzünk, és ez szerintem nagyon jó dolog, meg hát az is nagyon fontos, hogy szakmailag úgy érzem, hogy abszolút, uh, abszolút a. Felkészültségnek a, a csúcsán van, és ő is mindig keresi az újat, és mindig keresi az új információkat, amit, amit tud hasznosítani és tovább tud vinni. Mit csiszoltatok leginkább az úszásodon itt a London előtti időszakban, ha nevezhetjük ezt az EB-t versenyzési szempontból valamilyen főpróbának? Igazából az ös kellett nézni, de hát nagyon fontos az, hogy a Ugye a úszásom az a lehető legkönnyedebb, de a lehető leggyorsabb is legyen. És most ki Londonba is az volt, hogy nagyon könnyen ment az úszás, gyorsnak is gyors voltam, de még nem voltam igazán gyors, nem voltam olyan gyors, ami, ami, amit úgy éreztük, hogy, hogy lehetséges, de pont ez a jó, hiszen még egy verseny hátra van, és hát ott kell az igazi gyorsaságot majd előhozni. Na most itt Sorscsavával is beszélgetünk erről, hogy van egy sok versenyző esetében, hogyha régi korokba is visszamegyünk egy jellemző vonal vagy trend, ahogyan én ezt itt bebábozódásból pillangóvá válik, esetnek neveztem. A te esetedben igazából mi a, a, a lényege a mozgató ennek a pillangósodásnak? Hát én, én, én azt, 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 érzem legbelül, hogy én mindig is nagyon szerettem a pillangóúszás, mindig is nagyon jól ment, csak a, hát az elmúlt évtizedben kicsit kevesebb hangsúly került így a pillangó, inkább a vegyes úszás volt az, ami előtérbe került, és hát végre megértettem azt, hogy sajnos a vegyes úszásom az elfáradt, mind a 200 méter, mind a 400 méter már nem, nem, nem tud felvillanyozni, és hiába vagyok felkészült egyszerűen, nem tudom azt a teljesítményt leadni, amit mondjuk 200 pillangó letok, mert a, mert a pillangó az sokkal több új élményt ad nekem, és sokkal másabb az egész versenyzés így. Akkor ahogyan például a 200 vegyest is itt kihagyta, szóval igazából el kell tudni engedni a vegyest most már? Én, én úgy érzem, hogy igen, tehát ha nem lenne, nem lenne másik számom a pillangó, akkor, akkor lehet, hogy azt kéne mondani, hogy hát itt, itt volt ez volt a csúcspont, és innen már nem lesz tovább, és innen már csak lefelé van, mert vegyesen nem tudok megújulni, de hát hál' Istennek a pillangó az itt van, és, és, és tényleg azt érzem, hogy abba egyre több és több energiákat tudok mozgósítani. Uh, igazából, ha hosszas mondjuk 100, illetve 200 pillangó, akkor most uh, látjuk-e pontosan, hogy uh, mi lesz az első uh, rendű cél a 200? Hát a, igazából ugye 200 méter az előbb is van az olimpián, mint a 100 méter, meg hát mindig a nehezebb számra kell igazán felkészülni. Tehát az, az nagyon fontos, hogy, hogy hogy a 200 pillangó jól menjen, meg legyen az állóképesség, de ott ugyanúgy fontos a, a sebesség, a dinamika is. Tehát így, így a 100 pillangóval sem lehet majd gond. Azért természetesen a sebességnek nagyon nagy szerepe van, de de én azt gondolom, hogy nagyon jó, kedvező az olimpiai program, és így a 200 pillangó után a 100 pillangó is nagyon jól sikerülhet majd. Mennyiben érzékelhetitek, láthatjátok tisztán az hogy mi történik a riválisoknál, hogy ők hogy állnak és mire készülnek? Úgy tűnik, mintha felsz kihagyná a 200 pillangót, legalábbis nem indul el egy válogató előtti utolsó versenyen, lehet-e? meg ezt, ezt, ezt még nem gondolnám egy ilyen uh -huh. olyan dolognak, hogy ő most nem úszik 200 pillangót, egy, egy ilyen versenyenet, ez bármilyen számot lehet úszni, akár még ilyen idegen számokat is például csak mellett, vagy bármi Tehát ebből nem szabad következtetéseket levonni. Az amerikai válogató az biztos, hogy sok információ tartalommal fog bírni, de azt gondolom, hogy figyelni kell az ellenfeleket, de, de nekünk ki kell tudni tűzni, meg hát ki is tűztünk nagyjából egy olyan időeredményt, ami, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy ezzel a legjobb, legjobbak lehetünk meg kell próbálni ezt megcsinálni, és hogyha sikerül, de hát van nálunk jobb, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy hát mi mindent megtettünk. É, és mi is ez a bűvös cseféle időeredmény? Hát én erről részletesebben most annyira nem szeretnék beszélni. Ezt... Legyen, legyen ipari titok, igaz? É, igen, ezt, ezt, így az edzőmmel közösen átbeszéljük, megbeszéljük, kitűzzük, próbáljuk elérni, és, és, hogyha megvan, akkor, akkor majd azt mondjuk, hogy igen, erre gondoltunk. Egyébként ebben mi az elgondolás egy, egy olimpiai verseny előtt edzés körülmények között, ezt az időt tudnod kell majd megúszni? Hát tehát egybe, két, mint mondjuk 200 pillangó, azt nem hiszem edzésen nem tudok olyan jó teljesítmény nyújtani. Hát pont ezért van a verseny, hogy... A... Uh -huh ott tudjuk leadni a max csúsz teljesítményt, de például a résztávokba, tört, tört kétszázakba meg kell próbálni annál az idő sokkal, de sokkal jobbat is úszni. Laci, igazából mivel lennél elégedettebb Rióban? Inkább egy arany, mint két ezüst villangóban? Hát én, én azt gondolom, hogy mindenképpen aranyérmet szeretnék nyerni, és hát azért megyek meg, hát azért készülök, megedzek minden nap, de, de meg kell nézni a körülményeket ha én úgy jövök ki a medencébe, hogy mindent megtettem, és tényleg túlszárnyaltam önmagamat, nem is kevésed, de hát így is csak második lettem, akkor az is ugyanúgy elégedett leszek, de, de így az olimpia előtt nem szeretnék ilyen választási lehetőségeket, hogy most egy arany vagy két ezüst. Szeretnék beugrani a, a döntőkbe, és akkor ott, ott megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes történik majd bármi eh, Rióban, a szerződésedet meghosszabbítottátok az EGRI úszóklubbal, ez azt jelenti, hogy a hazai vizes világbajnokságon számíthat rád a magyar úszósport, tehát hogy jövőre Budapesten is lesznek csenapok? Én, én azt gondolom és úgy érzem, hogy mindenképpen a hazai világbajnokság egy olyan dolog, ami, ami muszáj elindulnom és muszáj részt vennem mindenképpen fontosnak tartom. Hát, hogyha itt lesz Budapesten a világbajnokság ilyen közel, akkor, akkor mindenképpen szeretnék elindulni. Remélhetőleg, remélhetőleg tovább tudom majd még vinni ezt a, ezt a jó teljesítményemet. Hát mi is ezt reméljük. Akkor a legjobbakat a felkészülésed következő szakaszához is. Laci, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia. Én is köszönöm.